Forró Lajos, a Délvidék Kutatóközpont alelnöke, aki maga is elvesztette nagyapját az 1944-es megtorlások során, beszédében megemlékezett a martonosi és környékbeli ártatlan áldozatokról és a 80 évvel ezelőtti háborús borzalmakról. Amíg még nem tudjuk újra temetni az áldozatainkat, addig egy újabb ilyen emlék helyet állítsunk nekik, ahol talán lehet egy kicsit személyre is szabni ezeket a kopjafákat, hiszen még majd a nevek is fölkerülnek rá. És azt gondolom, hogy aki eljön a temetőbe, az látja, egy picit emlékszik, egy picit visszagondol egy olyan korszakra, aminek nem szabad megismétlődnie. A múlt lezárása és a közös jövő megteremtése csak akkor lehetséges, ha áldozatainkra egyformán emlékezünk, hangzott el a megemlékezésen. 1944. november 21-én Martonoson 25 ártatlan magyar embert végeztek ki, köztük Werner Mihály, apát plébánost, akik azóta is a település melletti töltésnél jelöletlen sírokban nyugszanak. Egy árterületen van, mindig változik a terület. Körülbelül van egy határozottal, kaptunk egy térképet, lehet, hogy az alapján most sikerül megtalálni, ha elkezdjük keresni. Van egyáltalán olyan a faluban, aki emlékszik pontosan, vagy körülbelül, hogy ezt hol lehetett? Sajnos 80 éve történt, sajnos akik emlékeznek rá, akik élnek máma, azok még kiskorúak voltak, nagyon kis emberek voltak. Tehát itt az a legnagyobb baj, hogy nincsen, aki megfelelő. Annyit tudunk, hogy valamikori magyar katonai lövészárkokba fekszenek az emberek. Ez egy folyamat, nem csak egyszer megtörtént, megvalósítottuk, pontot teszünk, és akkor ezzel befejeztük a megemlékezést. Nem, ez tulajdonképpen az élet folyamata, hogy gördül-pördül az életünk, ugyanúgy ennek a cselekedetnek is mindig érvényben kell lennie, mindig az emberek tudatában, és hát tegyük hozzá, nem csak a tudat kell, hogy domináljon, hanem az embernek a szívében is érezzük azt, hogy dobognak, ők itt vannak velünk, hiszen a lelküket nem tették tönkre. Az alkalomhoz illő egyházi szertartást Savelin Zoltán plébános vezette. Ezt követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait az emlékhelynél.